Megvan az ige. Máté 28. első verstől olvasom az igét. <kül> a szombat végén pedig a hét első napjára virradóla kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földindulás lőn, mert az úrnak angyala leszárt a mennyből, és oda ment, elhengeríte a követ a sír szájáról, és ráül le arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig a tőle való féltőkben megrettenének, és olyanokkal lőnek, mint a holtak. Az angyal pedig, megszólalván mond az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézus keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amit megmondotta volt nektek. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr, és menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. Imi előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Imi megmondottam néktek. És gyorsan eltávozva a sírtó félelemmel és nagy örömmel futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ime szembe jöve, jöve ővelük Jézus mondván. Legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulva megragadák az ő ruháját és leborulának előtte, akkor mondta nekik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiúnak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Ámen, ámen. A feltámadás napján már ketté oszlott Jeruzsálem lakossága, sőt az Isten népe is, egy része nagyon szomorú volt, búsultak és szomorkodtak, mert meghalt Jézus. Nagyon csalódottak voltak. Nem így gondolták, hogy befejeződni Jézus szolgálata. De volt egy kis rész, egy kevés tanítvány, egy néhányan voltak, akik találkoztak Jézussal. Azok meg nem bírtak az örömüktől. És ahogy abban az időben is volt, Ugyanazon a napon volt, aki a boldogságtól, örvendezéstől, elkesedéstől nem bírt magával. másokkal a búsulásban nem bírtak magukkal. Ma is így van ez a keresztény világban. Rendszeresen kapunk, és a héten elég sok kritikát kaptunk, kaptam főként én. Rendszeresen. Most már éppen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezután nem biztos, hogy mindegyiket el fogom olvasni, mert nem olyan könnyű feldolgozni, nekem se. És az egyik nagy botrány, amiért haragusznak ránk az emberek, tudod mi? Hogy miért örvendezünk. Ha egy szendelegnénk és búsulnánk, az teljesen rendben volna. Nem ha lógatod az órodat, nem esik a fejetekben, ne hogy fel van elég jól csavarozva. Csak nézem a Kedves vendégeink nézik a ropogit, a, a, a kucko, de Nagy súlyokat nem engedünk amúgy se fel, csak soványok mehetnek odafenn. És a másik, a másik <coughs> csapat pedig, hogy miért kell, minek kell örvendezni. Annyi probléma. Hogy tudsz te örvendezni, amikor Ukrajnába háború van? Hogy tudsz te örvendezni, amikor annyi probléma van a Földön? <coughs> És valóban ez a két éles különbség van, ma is az egyházakban. És hogyha szomorúan idejön valaki, nem is érti. És lehet, hogy te is így vagy közöttünk most így, hogy minek, mi ez a nagy lelkesedés? Még táncolnak, hallgass meg, aztán ne beszéljük, fütyölnek a templomba. Mi, mi ez ember? De aki él, mind aki él táncoljon. És tudnék mondani nektek egy nagyon nagy bizonságot is. De lehet, hogy el is fogom közben mondani. Drága barátaim, tudod milyen nagy kiváltság, hogy tud szuszogni és mozogni és táncolni? Tudjuk mozgatni a kezünket? Nem van, természetes ez. Méltó az Úr. Hányan voltad a meccset, hogy legalább a tévében néztetek egyet normálisat? Láttadok? És amikor a kedvenc csapatod egy normális gólt rúgott, hogy most rúgott egyet, hogy hívják? Egy magyar szobosztai. Hú, te az, aztán az gól volt. A, kó, a, a kapuság megnézte, hogy az tényleg az ő kapujába ment be? Nem lehetett, azt nem lehet kivédni. Hú, milyen tudod. És egy normális dukker mit csinál ilyenkor? Hát gól. Nem azt mondanád, hogy az beteg? De sengednék még egyszer a szadionban. És lelkesedésben, oda van, a vénája itt van, berekedve, van, aki le is beki, vetkőzik, gól! Na ezt tettek Jézus. Gólt az ördögnek a hálójába. De egyszerre hatott. Biztos volt abban, hogy minket ő a pokolba fog rántani. Biztos volt abban, Hogyha Jézus likidálja, akkor ő megoldotta a problémát. De napon Jézus feltámadt. Csodálatos. És mi ennek vagyunk a lelkesedői. Hát persze, hogy örülünk. <kül> Nézzük meg egy kicsit ezt a történetet, amit felolvastam, mert annak ellenére, hogy a feltámadás történetét olvastuk fel, megfigyelhető egy dolog, hogy rendkívül profetikus történet a mi életünkkel nézve. Ugyanis a feltámadás egy korszakváltás. Ami nem támad fel Jézus, nem volt reménység. Nagyon-nagyon kevés embernek adatott meg, hogy reménysége legyen. Igazából, mivel senki nem jött vissza a sírból, csak az ígéret volt. Jézus feltámadása egy hatalmas nagy pecsét arra, hogy a halál le van győzve. És mindaz, amit a proféták mondtak, mindig az. Jézus szolgálata hiteles. Egy új korszak kezdődött el az emberiség történetében. A te történeted, az enyém, minden megváltozhat. Ez nem csak egy olyan történet és esemény, ami 2000 évvel előttünk megtörtént, aztán most valamit az miért érdekel engem annyira? Ez azért érdekel bennünket annyira, mert a hitünknek az eszenciája nem Jézus személye, hanem Jézus feltámadása. Mert olyan, hogy azt mond valakinek, hisz -e Jézus? Persze, itt a Bibliám. Hát akkor farizeusnak már jó vagy. Tudod miért? Még az ördögök is hisznek, az még nem változtatja meg az életét egy embernek, hogy hisz Istenbe, vagy hisz Jézusba. Tudod, mi változtatja meg? Ha hisz abban, hogy Jézus feltámadott a halálból, és hogy a sír üres. Mert azt mondja Pálapostól, hogy ha még ebben a földi életben reménykedünk csak, akkor, az élet, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És ha, ha nem támadott volna fel Jézus a halálból, akkor hiába való a hit. Mert feltámadott. Tehát a mi életünkre, sorsunkra rendkívül nagy hatással van ez a nagy esemény. És emiatt vagyok nagyon tűzbe, és megpróbálom elmondani, hogy azok a mozdanatok, amik ebben a történetben vannak, lényegében rólunk szólnak. Ugyanis volt egy réteg, akiket lefizettek, hogy ott voltak, képzeld el, ez is egy tanulságos. Ott voltak, látták a feltámadást. Bementek, elmondták a főpapoknak. Hát az a helyzet, hogy láttuk, hogy feltámadt. Hű, mit csináljunk? És akkor jön az a csúnya mondás, hogy van az a pénz. Nem mondok el egy viccet, mert kicsit meredek, de tudnék egy jó viccet mondani. De aki tudja, gondolja. Aki nem hozzá gondolja. Nagyon nagy hatása van a pénz az emberi döntésre. Kelet azok a katonák, kelet döntsenek hogy a pénz, vagy marad a hitük. Ma is nagyon sok ember számára materialista a materialista világ, inkább kell a, 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 hamis pénz, az árulóknak a pénze, inkább azt választják, mint Jézus Krisztus feltább követését. Ez is egy nagy tanulság. De volt egy asszony, hogy hívták, hogy Marika. Marikának Marika. Mária, ez egy profétikus, azt is mondhatjuk, hogy ő igazából az, az egyháznak a jelképe, a gyülekezetnek az jelképe. Ez, ez a hölgy nem elégedett meg addal, hogy, hogy hallott, hogy most meghalt, vagy nem halt meg, ő akarja látni, akarok találkozni Jézussal, nem számít, akármi történik. És hidd el, hogy a keresztény az életünk akkor változik meg, ha ezt az attitűdöt veszed fel. Itt kezdődik a kereszténység. Hogy én akarok, él Jézus, akkor akarok találkozni vele. Él Jézus, találkozhatsz vele. Mert él, lehet vele találkozni. Drága barátom, ilyen embereknek kell lenni, mi Mária. Ott volt Péter is, János is, egy idő után mondták, próbáltuk, nem láttunk semmi érdekes, úgyhogy meg haza. Mondja az ige, hogy Péter és János visszamentek az övéikhez. Nem adhatod fel, amíg nem találkozol Jézus Krisztussal. Mondjad a szomszédodnak, ne add fel, amíg nem találkozol Jézus Krisztussal. Van egy jó mondást, ne add fel, amíg nem győztél. Nem adhatod fel, amíg nem győztél. Nem adhatod fel. Már ennek egy csodálatos jó példája. Ő nem valószínű, hogy többet tudott a feltámadásról, mint Péter, János vagy Jakab. De volt valami, ami benne viszont több volt. Tudod, mi volt ez? A szíve. Mikor a szívet húz Isten fele, akkor senki nem tud megállítani. Ha a szíved nem húz, akkor ha tankkal se tudnak vízni. Azért mondja Pál Apostol, hogy az, 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 az Istennek a szerelme, az szorongat. Így kell keresni az urat. Én akarok találkozni Istennel. Lehet? Akkor én akarom meg akarok győződni róla. Meggyőződhetsz róla. És Isten válaszolt. Mindig válaszol Isten azoknak, akik őt keresik. Soha nem hagyja el. Soha nincs olyan, hogy keresi valaki az Istent, és az Isten nem, nem, mar, ö, ö, nem válaszolna. Azt mondja a Bíblia, keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ma van az a nap, amikor az Úr megtalálható. Ha őszintén akarsz találkozni az Úrral, ma találkozott vele. Ma megtalálható az Úr. Megtalálható az Úr. Megtalálható az Úr. És nézzétek meg, Isten, micsoda brilliáns választ adott Máriának. És ímén nagy földindulás lőn, mert az Úrnak az angyala leszállt a mennyből. Képzeld el ezt a választ. Ő keressen keresen egy temetőbe valakit, erre találkozik az Istennek az angyalával. Ott gurigázik, hogy akkora kövel Az angyalok szeretnek gurigázni. Amúgy az is profetikus, hogy az angyal az azt jelenti, hogy egy küldött. Mindig, amikor az Istent keresed, számítasz arra, hogy Isten valakit az útadba küld. Egy olyan szemét. Aki neked, Istennek az üzenetét átadja. Pont azt, amire szükséged van. Pont azt adja, amire a legnagyobb szükséged van. Pont azt adja, amire a legnagyobb szükséged van. És az angyal mit hozott? Az Istennek az üzenetét. A mennyi messzíget. Az első csodálatos üzenet. Ne félj! Mert Jézus keresed Ebbe Ebben a félelmetes világban ami körülvesz bennünket sok minden, és sok félelemre vanok. Ha az Isten kereső vagy, akkor az üzenete az Úrnak hozzád, hogy ne félj. Mondjad a szomszédodban, ha Isten kereső ember vagy, akkor nem kell félj Azt mondja az Úr, ne félj. A felolvasott igében kétszer olvastuk, ne félj. Jézus megerősítette a tanítványokat, ne féljetek. Félelmetes időben is az Úr neked azt mondja, ne félj. Az egyik legnagyobb ereje ma az, a pusztító erő, a félelem. Mine hónap? Átered a háború? Végünk lesz? Főbelőnek? Túléljük? Az úr azt mondja neked, keresd az urat, és ne félj. Második üzenete az angyalnak. Három üzenetet mondott egyből. Azt mondja, menjetek gyorsan tovább. Ne állj le! Neked van egy küldetésed itt a Földön. Nem véletlenül vagy itt a Földön. Lehet, hogy nem tudtad, de minden Isten keresőnek az Úrad egy megbizatást. Amen. És azt mondja, menj el, mert rád várnak az emberek. Menj el, mert akarlak téged használni. Isten akar téged használni, pont úgy, hogy Márián és a tanítványokat, akiket találkoztak a Mária Magdaléna egyelőre csak, és azután majd többiek is, az Úr akar használni. Tudtad, hogy akar használni? a földi életünknek, Ez a legfontosabb része, nem csak az, hogy megegyünk nem tudom én, 500 kenyeret, megígyünk 3, 3 köbméter vizet, elszívunk egy csomó levegőt, kivágunk egy csomó erdőt, jönnek a zöldek, mérgelődnek utánunk, és akkor jön az elragadtatás. Nem. Neked van egy küldetésed. És Isten, amikor elé állunk majd, e küldetés alapján fog számon kérni bennünket. Nem a mi ötleteink szerint, azt mondja, menjetek gyorsan. Tudod miért? Mert az idő rövid. Van egy rövid időnk. Ma, ha hallod az Úr szavád, és eddig nem küldetésszerűen éltél, akkor szeretnélek meggyőzni. Nem magadnak ki, az életed nem a tiéd. Ajándéba kaptuk. És azt is mondták, hogy gyorsan, szedd a lábad. Mert az rövid az idő. Van az az ének emlékeztek. Rövid az idő. És milyen üzenetet kaptak? Az első, mit kellett mondjanak a Mária, mert Mária kapta elsősorban. Meg a másik hölgy, Mária Magdaléna. Menjetek gyorsan, mondjátok meg az ő tanítványának, hogy feltámadott a halálból. A legfontosabb üzenet, amit kaphat, amire megbízott bennünket az Isten, hogy ezt az üzenetet mondjuk az embereknek, hogy Jézus nem csak megszületett, hanem feltámadott. És ezzel az üzenettel kell megtöltsük a lelkünket, ez, ez sokkal fontosabb, mint az csak, hogy mondjuk, hogy ezt te csináld, az nem jó. Még csak Péternek se üzen be Jézus, hogy mondjátok meg Péternek, hogy elég pofátlan volt, hogy elárult. Hanem mit, kerett, üzen, mit üzent Jézus Péternek? Hogy feltámadtam. Fú. Tudod, mit üzen az úr rajtad keresztül az embereknek? Hogy feltámadott az úr. És így, így tanítja az ige, hogy és mondjátok meg, mondjátok meg. Tudod, mivel kell megtöltsük a beszédünket? A feltámadás üzenetével. Mondjad a szomszédodnak, tudod, mivel kell megtöltsük a nyelvbeszédünket? A feltámadás üzenete. Rendkívül fontos, ne a szomorúságot szaporítsuk a földön, ne a keserűséget, ne a bánatot, ne a fájdalmakat, ne a sértéseket, hanem a feltámadás csodálatos üzenetét. Nézzük meg, mit tartalmaz a feltámadás üzenete, mert ez egy nagyon nagy üzenet. Mi is történt, amikor Jézus feltámadt? Ő nem csak az, hogy na egy sírral, megőrült egy sír, akkor a következő halottnak lesz helye. Nem ezért támadott fel. Hanem elsősorban, ami történt, hogy a váltságdíj ki lett fizetve. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére ment be egyszer és mindenkor a szentébe, örök váltságot szerezve. Dicsőség az Úrnak! adjunk az Úrnak egy nagy tapsót! Amikor a feltámadásról beszélünk, és amikor azt mondja az Úr, hogy beszéljünk, a feltámadást hordozunk, igazából az első dolog a váltságáldozat ki van fizetve. Mi a váltságád? Kicsit réges kifejezés. Engedjétek meg, hogy kicsit mai nyelvre lefordítsam. Ez azt jelenti, hogy a minden bűnünk, múltunknak minden rossz dolga helyett jött ő az ő vérével, ami hibátlan, szent, tökéletes, kifizette. Amikor gyermekek voltunk, valószínű, veletek is előfordult, jól emlékszek egy, egy sztorira az iskolába, már nem tudom, hogy ki kezdte, de valamelyik közülünk kezdte a lényeg az, hogy összetörtük valamelyik eh, osztálytársunknak a szemüvegét. Akkor sem voltak olcsók a szemüvegek. És akkor mit csináltak? Felhívatták azt a srácot, aki összetörte annak az apját, és azt mondták, figyelj ide, ki kell fizetni a szemüveget? Megbocsájtás nem azt jelenti, hogy Isten, hát nincs semmi baj, öregem, hanem azt a számlát, amit a bűneinkkel okoztunk, az ki kell fizetni? Amit összetörtünk, az ki kell fizetni? De a bűn akkora számla, hogy egy ember, ha belehal, akkor se tudja kifizetni mert a bűn zsolgya Minden bűnünk helyett Jézus jött, és azt mondja, hogy én fizetek, Uram. Már elmeséltem nektek, nem, nem nagyon rég történt velem, elmentem tölteni az autódba üzemanyagot, és mikor megyek a kasszához, mondják, hogy valaki kifizette ön helyett. És én úgy csináltam, mint egy igazi vallásos, nem érdekel, én akkor is ki kell fizessem. És sok keresztény így csinálja pont mindén. Jó, megbocsátott az út, de uram, én nem érdemlem, meg kérlek, igyekszem helyrehozni, szeretném elmondani, akármit csinál, soha nem tudod kifizetni azt a bűn, az adósságodat, ami volt. Ezt Jézus kifizette. Akkor nem történt semmi más, csak valaki tévedésből fizette ki, és nem sok idő múlva visszajött, hogy milyen nagy a számlája, mert egy nagyot tankoltam. És mondja, hogy ő nem tankolt olyan sokra, valami nem stimmel. És a pont akkor vitatkoztam az eladóval, hogy én mégis ki fogom fizetni, én nem mehetek úgy hogy nem fizetem ki. De értsen meg, én nem tudok, ha egyszer kifizették, ha nem lehet kétszer kifizetni. Uram, nem lehet kétszer kifizetni az ön bűnét. Hölgyem, nem lehet még egyszer kifizetni, kifizette Jézus. Jézus Krisztus kifizette helyetted minden bűnödnek az árát. Minden bűnödnek az árát. Minden bűnödnek az árát. Nem tudod kifizetni, nem lehet kifizetni. Nem is kell kifizetni. Nem kell az Istennek bóra való. Ki van fizetve? És hogy ezt a kasszához is mondod, és a vallásos emberek pedig megpróbálják kifizetni. Szeretném elmondani, nem tudsz annyi jót tenni, Annyi koldus nincs, hogy annyit adjál, hogy erre hozzad. Mert a bűn által sorsokat tettünk tönkre, kárt okoztunk. Jött Jézus örökre, teljesen mindent kifizetett, és ez a feltámadásban benne van. Mikor beszélünk a feltámadásról, ezt kell mondjuk egymásnak. Jézus helyetted, előtted, mert szerencsére nem utánunk jött. Mert miután kifizetted, a, és utána az hogy mondja, de ki akartam fizetni, akkor kellemetlen már. De mielőtt megszülettél, jött Jézus, és kifizette helyetted az egészet. És milyen jó úgy élni, hogy kifizette. Az üdvösség nem ingyen van, csak nem mi fizettük. S élhetsz így szabadon. Ki van fizetve? Hát de mit is csinál, drága jó Istenem, van bűnös vagyok, azt mit csináljak. Fogadd el. De komolyan vette. Egyet kér. A feltámadás, hidd el a feltámadásnak az erejét. A feltámadásban benne van az, hogy minden bűnödre a váltságdíj ki van fizetve. És nem akarják rajtad behajtani. Nem jön utána a számla, hogy uram, ön ellógott a tankoló állomásnál, nem fizetett, mert kifizette helyetted Jézus vére örök váltság. Csodálatos. És ebben van a bűnbocsánatunk. Egy másik igé így mondja, hogy kiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinek bocsánata. A bűnbocsánat nem működne váltság áldozat nélkül. Mert az igazságtalan volna. Hát ha összetör valakinek egy poharat. Az hiába mondott, hogy megbocsátom, nincs semmi oda a pohárnak, az, azért az, az, pohár, az, pohár az, összetörött. Jézus Krisztus nem először ezt a, a, a szívünket, az életünket újjátette, tette. Azt az én véremmel kifizettem az árát. Fogad el! Élj a megbocsátásban! Élj a feltámadásnak ennek a csodálatos ajándékával, hogy az én váltságom ki van fizetve. Ez okozza, hogy nagyon sok vallásos ember szomorú ilyenkor, próbálja eljátszani, hogy mit tudnék még én az jó Istennek adni, hogy ezt a sok bűnömet most el, nem tudsz adni. Mert nincs ami pénz, az egész vagyonunkat odaadnánk, az egész életünket nem tudnánk pótolni. De Jézus megtette a tihét. És mindez a feltámadásban benne van. Egy másik nagy csodálatos igazságot, ami tartalmaz a feltámadás. Aki a mi bűnénkért halára adatot, és feltámasztatott ami mi megigazulásunkért. Most jól fogoz meg. Nem csak megbocsátott neked az Isten, és azt mondja, hogy te majd az agyamra mentél, de megbocsátottam, mert Jézus meghalt helyetted, úgyhogy valahogy túl leszünk rajta. Hanem azt mondja, hogy igaznak nyilvánítottalak mert megigazított. Nem csak eltörölte a bűneidet, hanem amnestiát adott. Az amnestia, tudjátok, hogy többet jelent, nagyobb előny, akik, akik jártak a lerbe, tudják. Nagyobb előny, mint a letölti valaki a büntetését. Elmesélte már nekem. Volt egy kollégám, aki amúgy itt a Protkomplexnek 15 évig vezérig az főmérnöke volt, a nagybátyja diplomájával. Valahogy, le, valahogy lebukott, nem tudom. És amikor a lerből kijött, hozzánk került, pont a kezem alá. Én, én, én voltam a főnöke. És a kollégáim rendszeresen emlékeztették, hogy hol volt. Egyszer összehívott bennünket, és azt mondta, hogy szeretne nekünk mondani valamit. Ő amnestiával szabadult. Ez azt jelenti, hogy teljesen tiszta a, a, a lapja. Ha neki azt mondjuk, hogy büntetett, mi bűncselekményt követünk el, mert egy ártatlan embert vádolunk. Mert aki amnestiát kap, az teljesen igaz lapot kap, mint a soha semmit nem védkezett volna. És képzeld el, hogy az Isten neked ezt adta meg. A megigazulás olyan, mint a soha sem igaznak nyilvánított, nem a cselekedeteink, nem az érdemeink miatt. Mert ha arra nézze, hogy mit csináltál, akkor lehet, hogy elszörnyűködsz, hát ez soha az életben igaznak nem nyilvánított. Még esetleg valahogy belökjük a Szentpéternek, hogy menj be, de igaznak. De Jézus Krisztus feltámadásával elfogadta az atya az ő áldozatát, és azt mondta, emiatt az áldozat miatt, aki hiszi, hogy Jézus feltámadta a halálból, azt igaznak nyilvánítom. Ilyen kiváltság. Gondolj bele, teli vagyunk hibákkal, teli van az ember gyarlósággal, vagy lehet, hogy te pont nem vagy, de úgy általában mi teli vagyunk. És ennek ellenére az Isten Jézus Krisztus miatt igaznak nyilvánított téged. Látom, hogy nagyon csodálkoztok rajta, nem is hiszitek el. Azt mondtam volna, hogy hülyék vagytok, ezt már régen volna. Mert nagyon nehézen megy be az embernek, hogy igaz. Pedig ez a Biblia. Jézus Krisztus áldozata miatt téged az Úr igaznak nyilvánított. És akit az Isten igaznak nyilvánított? Hát azt más nem, nem, más nem mondjon bűnösnek. És nem könnyű elfogadni, elhinni azt, hogy igaznak is van itt az Isten. Hát ugye, hát én ismerem, hát ez egy akkora lókötő volt. Hát ez csak azt nem csapott be, akit nem akart. Hát ez sem, az, én Még most is tolger, hát nem is áll jól a szemembe. Hát ne csinál. Hogy beszélsz te ilyen? De drága barátom, én nem miattad mondom. Nem a cselekedeteid miatt. Mert ha erre nézel az Isten, akkor mindenjünk mindenünk máshol kötnénk ki. Hanem Jézus Krisztus áldozatára nézett, és azt mondta, hogy ki van fizetve. Ezért igaznak nyilvánítlak, és tiszta lapot állított ki neked, aki hiszel Jézus Krisztus feltámadásában. És elmondhatod, hogy én hiszek Jézus feltámadásában, ezért nekem a bűneim meg vannak bocsátva, sőt, engem az Isten Megigazoltod, igaznak nyilvánított. Azt mondta rám, hogy igaz vagyok. Nem azt mondta, hogy igazad van? Nincs mindig igazunk, hanem igaznak vagyunk nyilvánítva. És ez sokkal értékesebb, mint ha igazunk volna. Mond a szomszédodnak, de tudod, hogy engem az úr igaznak nyilvánított? Állítom nektek, állítom nektek, hogyha ezt az igazságot elfogadjuk, meg fogjátok látni, hogy az egymással felépített kapcsolat minősége megváltozik. Képzeld el, hogy hidd el, ha elhiszem azt rólad, azt, hogy Isten téged megigazított, azért nem a hama mondja, hogy te, az egy nagy hülye, hagyd békét. Azért, hogy Isten azt mondta valakire, hogy, hogy igaz, arra hogy mondjál te rosszat? A feltámadás erről szól, emberek. Hogy Isten, és nincs tökéletesebb és igazságosabb bíró, mint Isten. De mivel, hogy nagyon nagy árat fizetett, ezért Isten azt mondta, megadom nekik. Ez nem tehet szemtelené bennünket, mindjárt megmutatom, mert ez van folytatása. Nem élhetünk vissza vele. Ez egy csodálatos esély. Elvette a szennyes ruhánkat, és tiszta ruhát adott. Dicsőség az Úrnak, adjunk az Úrnak egy nagy tapcsot ezért. A hát, csodálatos ajándék. Soha nem tudjuk magunkat megigazítni. Nem tudnánk megigazítani. De aki megigazít bennünket, az a, az Úr. Most a hitünk tulajdonítatik igazságon. De mit, mit jelent az, hogy a hitünk? Miben hiszünk? Amikor elhiszed tiszta a szívedből, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Emiatt téged az Isten igaznak nyilvánít. Ó, hát ilyen egyszerű? Ilyen nagyszerű? Ilyen nagyszerű? Harmadik dolgot, amit szeretnék, ez nem teljes lesz ma, mert nem lehet ki... Ki, kiaknázni, annyi, annyi kincs van Jézus feltámadásában. De amikor mondjuk egy boldog feltámadást, csak legyen fogalmatok, hogy mit is tartalmaz számunkra a Jézus feltámadása. Római 6-4-et olvasom. Eltemettettünk azért Ővel együtt a keresztség által a halálban, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járunk. Mondtam, hogy új lapot kapsz. Új lapot? Azt szerint, hogy új életed van. A régiek elmúltak, és új lett minden. Új ember vagy. Új lehetőség. Új esély. Dicsőség az úrnak. Ezt a dige a, a, a vízkerességhez köti, ezért ajánlom a figyelmedbe. Ha még nem keresztelkedtél meg vízzel, víz által, mert ez hozzá tartozik, látjátok, a vízkeresztséghez. Azt mondja, hogy ahogy eltemettettünk ő vele együtt a keresztség által a halálban, ugyanúgy vele együtt támadunk fel a vízkeresztség által, hogy kiössz a vízből egy új életre. A, a, a feltámadásba vehet hit, az nem azt jelenti, hogy hát az úr nekem megbocsátott mindent, akkor kezdhetem előről, nem azt mondja, hogy új életben járunk. Minőségi Krisztus élet. Egy, egy következő nagy dolog, ami még mindig benne van a, a, a Jézus feltámadásában és az ő áldozatában. Egy proféciát olvasok, és ő megsebesített a bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Olvassuk el közösen ezt látom, hogy ki is van téve, de nincs, de mindjárt kiteszik. Ézsajás 53.5, örülnék, ha megtalálnátok és kiraknátok, de nem mondjuk közösen. Az, és ő megsebesítetett a bűneimért, megrontatott az én védkeimért, békességemnek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultam meg! Meggyógyultam! Én most nem arról beszélek, hogy te mit érzel. Én arról beszélek, amit mo most olvastam az Ézsajász profétát. Ott meg azt ír a hogy te meg vagy gyógyulva. Így gyógyít az Isten. Hogy jobban hiszel az igének, mint az érzelseidnek. Jobban hiszel az igének, mint a tapasztalatodnak. És ez múlt időben van téve. Azt mondja rólad az iga, hogy meggyógyított téged az Úr és tudod, hogy a feltámadásban ez benne van. Óriási erő van a feltámadásban. Ha nem csak egy esemény, hanem a feltámadás erejében most is olyan erő van, természetfeletti feletti erő van, ami téged át tud járni, meg tud változtatni, és a legizgalmasabb, hogy meggyógyulsz. Hát tényleg meggyógyultam, akkor azt mondja, hogy meggyógyultam, akkor meggyógyultam, akkor nem csak meg fogok gyógyulni, akkor meggyógyultam. Szóval, Hiszed? Új szövetségből, legalább két erről is olvassuk el. Péter idézi ezt az igét. Aki a mi bűneinket magára vette, felvette a testében a fára, felvitte testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Itt már Péter több száz évvel utána elismétli ezt a proféciát, mint beteljesedett proféciát. És rólad beszél, azt mondja, meg vagy gyógyulva. Hát akkor ezek szerint, ahogy az úr meg, a hit által felvitte, elhiszed azt, hogy az úr megbocsátotta a bűneidet. Miért ne hinnéd el, hogy meg is gyógyított? Ugyanazt az áldozattal a bűneidet is felvitte, és a betegségeidet is. És ezért mondhatod, nyugodtan, hogy betegség, hagyd el a testemed. Nincs neked jogod hozzám, mert én az úr gyermeke vagyok. Jézus vére meghalt értem, kifolyta, kifizette az én gyógyításomat is. Jézus feltámadásában, sebeiben meggyógyultam. 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 Lehet, hogy ezt még nem érzed. Miért, mikor az úr megbocsátott a érezte, érezted, hogy most a bűnök kiment alaik a hasadból, vagy az ujjadból? Nem mindig az érzéseink, nem mindig követik azonnal a hitünket. Nem az érzéseink után kell megvalljuk a hitünket, hanem a hitünk alapján kell megvalljuk, a, 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 a hitünket kell megvalljuk. Azt mondja az Ige, meggyógyított? Hát meggyógyultam. És hogy ezt hittel elmondod, Istennek az ereje átjár, és ha oda ráteszed a kezedet, ahol még beteg vagy, érzed te, hát ez működik. Hát én nem meggyógyultam akkor. Hát az Úrnak van igaza. Hát akkor, akkor csak meggyógyultam. Ugyanaz a vér folyt ki a bűneidért is, mint a betegségeidért is. Ne, Érzel, nem mindenki annyira tud lelkesedni, hát, hogy ah, ne, most már mindenki éppen meggyógyított. Képzeld el, Jézus feltámadásában olyan erő van ma is, hogy a te bűneidet és betegségedet felvitte, azt mondja, hogy az igen, rólad meg vagy gyógyulva. Ezt én csak olvastam a Bibliából. Engem te ne vádoljál. Azt olvastam rólad, meg vagy gyógyul, akkor te mit beszélsz össze-vissza? Hittem, és megvallod. És te csak érzed, hogy Istenek az ereje átján, és tényleg meggyógyít. És tényleg meggyógyulsz. Ütközik itt az érzelmek, az érzések, a betegség, a romboló, pusztító halálna, az ere, a betegség az a halálnak a része, és találkozik az, a feltámadás erejével, a testedbe. És mikor a feltámadás ereje eléri, és mondod, meggyógyultam. Dicsőség az Úrnak. Ez az Úr ezt jelentette ki rólad. Hát azt el tudod fogadni, mikor azt mondta rólad, hogy megbocsátotta a bűneidet? Akkor miért nem fogadod azt is, hogy meg is gyógyította a bűneid, minden betegségedből? Minden betegségedet meggyógyított az Úr. Meggyógyított az Úr. Nincs az a betegség, ami kivételt képezne. De ahogy, ahogy, beszélek is róla, lehet érezni, hogy sokkal jobban kell tornáztasd a hitedet, hogy elfogad, hogy meg is gyógyított az őr. Bocsánat, vissza, a könnyen elhittük. De az Úr Jézus Krisztus nevében hidd el, hogy a feltámadás ereje ma is a gyógyítás ereje. És amikor mondja az ége, hogy beszéljük, mondjad a atyád hirdesd a feltámadást, akkor hirdesd a gyógyulásodat is. Állj rá, hidd el, nem fogsz megszégyenülni. Még egy-két dolgot hadd mondjunk, csak a feltámadás. Aztán mindjárt befejezem nem akarlak agyonundatni. Tudvám, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézus, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Jézus Krisztus feltámadása garancia arra, hogy itt hagyjuk a sírt és mi is feltámadunk. Csodálatos. Van egy garanciád a feltámadás. Honnan lehet tudni, hogy feltámadni? ember, kit a nyüveg szétszednek, hogy a csodában lehet az még egyszer ember. Hát de az a búzamag, amit elültetsz, ami szétrohad, hogy a csodában lesz belőle még? Nem csak, hogy lesz, hanem csodálatos lesz. Egy egész kalász lesz belőle. És amikor feltámasztasz Isten, nem ebben a testben, hanem egy egész kalász leszel, ragyogó leszel. Szerintem még több hajad lesz, mint most. Szerintem. Lehet, hogy ilyen hullámos lesz. Annyira ne? Ne, ne. Egyenez. Neked egyenez. Akkor olyan legyen. Tökéletes. Dicsős, azt mondja az ige, elhal, romlandó tesz. Feltámad, dicsőséges, 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 dicsőséges. Csak azon gondolkoztam, hogy a nők vajon sminkkel fognak feltámadni? Garancia, garanciád van arra, hogy feltámad. Jézus Krisztus feltámadása. Teljesen más minőségű Életet él az az ember, aki hisz a feltámadásban mint az, aki nem hisz. És még egy igazság a feltámadáshoz kapcsolódik még Pál apostol mondja, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. Drága testvéreim, a feltámadásnak az ereje minden, és alkalommal kisugárzik, ma is elérhető. Egyik bizonyság arra, hogy Jézus él, hogy feltámadott, hogy az az erő, ami feltámasztotta, most is elérhető a számodra. A Szent Szelem újra és újra átjár. Mennyit oda a szívedet, átjár, csak érzed, hogy hú te, érzed a Szent Szelem Érzem, az az erő, ma is elérhető. A Szent Szelem szállítja ezt a természetfeletti erőt. Igazából a keresztény élet az egy természetfeletti élet. Nem a magunk erejéből. Hát a megbocsátod, nem tudunk a magunk erejéből. A bűnnel szemben nem tudunk megállni a magunk erejéből. Ahhoz, hogy győztes keresztények legyünk, a feltámadás erejét adta nekünk az Úr. És újra és újra veheted ezt az erőt, mert mondja, az így, ahol van feltámadás, ott van erő. Mikor a tanítványok találkoztak a feltámadott Jézusra, tudod, mit mondott nekik Jézus? Rájuk lehel, és azt mondja, vegyetek szent szellemet. Vegyétek azt az erőt. Mert tudta az Úr, hogy nagyon nagy szükségünk lesz rá, és van rá. Minden nap. Másképp az keresztény élet karácsonyi kívánság. Igyekszünk, emberek vagyunk, kicsi egészség, többi telik, kopik. De a Biblia nem erről beszél, hanem azt mondja a Biblia, hogy elfáradnak az ifjak, meglankadnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szára kellnek mind a saskesei. Van egy olyan lehetőségünk, hogy rácsatlakoz a természet feletti erőre, és ez a feltámadás ereje. Mindig a Szent, Szelem, a Szent Szelem vétele, az a feltámadás erejével kezdődik. Aki úgy akar venni Szent Szelemet, hogy a feltámadást nem végezte el a munkát benne, az az embernek az életében nem tud tartósítani, mert az új embert erősíti meg az úr, nem az óembert. És amikor az az, 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 új emberedet Isten megerősíti, akkor győzelemről győzelemre mész, erőről erőre, csodálatos a keresztény élet. Jön, hogy repüljél. Néznek, hogy hát mi van vele, mit kell, hogy lelkesed? úgy Hát ülj szépen, viselkedj, énekelj, nyugodtan, hangosan, csendben, mologjunk, motyogjunk. De nem, ha élsz benned, lüktet a feltámadás. Hát most gondolj bele, micsoda élmény hogyha az Úrnak az ereje átjár. Itt de nem tesszük magunkat, nem estünk a fejünk. Valaki itt, hogy már jó van egyet, -egy, lássa, hogy reszkedtek. Szóval a leveleket kapok, érted, hogy az, az... De jó, jó, mert jókat nevettek én is rajtuk. Nem mondom, még jöhet, még tényleg rég nem reszkedtünk, mondjuk. Hát miért? Hogyha rátszáll a feltámadás ereje, kit érdekel? Hogyha voltál beteg és megérintett az úr, akkor kit érdekel? Ha rátszáll az úrnak a feltámadás ereje, úgy kiköpöd a cigarettát, hogy még a zsebedből is elmehet ember. Bármilyen kísértéssel küzdesz, hidd el, a feltámadás erejére van szükség. A Szent Szelem ereje. Nem érzed többet magad se egyedül, se szerencsétlen balféknak, se senkinek, hanem egy hatalmas harcosnak, meg az urban győztes vagy, erős vagy. Kiszaladt a számom, mit csináljak? Előfordul. Általában, amikor kritizál, a kritikusok hallgatnak, akkor eleresztek egy-egy cifrát, de mostan ez, ez még befért. De ha akarják, a technikusok kivághatják majd a, 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 a rendezett részből. Drága barátaim, ne légy erőellenes. Azt mondja a Biblia, Isten országa nem evés és nem ivás, hanem az Istennek az ereje. Erőből áll az Isten országa. Mert az, hogy olvasjuk a Bibliát, az, hogy tudjuk, hogy hogy kell, az egy dolog, de hogy hogy tudjuk végrehajtani, ehhez már isteni erő kell. És minden nap erő kell. Minden nap kell erő. És az, az erő benne laktározódik, te erő hordozó vagy, erő akkumulátor vagy, nem litiumos, hanem, és ne savas, hanem a Szent Szelem kenetébe hordozod az Úrnak az erejét, akkor tudunk Isten által tetsző életet élni. Tehát amikor azt mondja az Úr, hogy hirdessétek a feltámadást, mondjátok, hogy feltámad, a feltámadás körülbelül ezeket a nagy igazságokat tartalmazza. Még három dolgot kellett mondjanak a, a, a tanítványok, a többi tanítványnak. Tehát akik még nem találkoztak a feltámadással, azoknak ezt a három dolgot kell mondani. Egy a feltámadás, a második azt mondja, hogy előttetek megyek. Jézus előtted megy. Ez is egy profétikus üzenet. Nagyon sok embernek ez nagy probléma. Miért nem látom Jézust? Milyen könnyű volna menni Jeruzsálembe, mennék, megnézném, le, csinálnék egy szelfit vele, akkor hinnék én is benne. De így, milyen kár nem látjuk Jézust. De az a helyzet, hogy Jézus úgy döntött, hogy elmegy. És még azt is elmondta, hogy nektek jobb, ha én elmegyek. Hát, tudod, miért ment el Jézus a földről? Hogy neked jobb legyen. Azt mondja, hogy ha én nem megyek el, nem jön a Szent Szellem. De én elmegyek, elküldöm a vigasztalót, aki mindig veletek marad. Soha nem hagy el! Soha! De nem kell elutazás, sehova! Ha megnyitod a szívedet, ott, ahol vagy, rátszál a Szent Szellem, betölt a Szent Szellem, és rajtad marad a Szent Szellem. Miattunk ment el. Most az a korszak van, amikor nem látásba megy. Nem úgy, hogy na hol van, hallottad a Kosut utcában, ott láttam Jézust nem lehet. Ott látta Jézus, akkor, akkor, kanyarodja a kórház fele. De ez a korszak van, amikor nem látjuk őt. De mégis azt mondja, hogy elment előttetek. Tudod, miért ment el? Egyik az, hogy küldje a szentelemet. De még elment egy dologért. Hogy helyet készítsen neked. Helyet készítsen nekünk a mennybe. Képzeld el, mi, hogy nézhet ki a menny, hogyha 2000 év óta dolgozik rajta. Pedig azért a föld semmi, pedig ez hat nap alatt összedobta az út. Csak kimész most is, egy, ahogy, ahogy kezdnek virágozni a mezők, meg az erdő, hát csodálatos. Az, nem lehetne megoldani, polgármester, hogy itt a medvék ne a környéken, tudjuk mi is normálisan kirándulni. Medvék szabadok. csak a fiak nem? Csak a medvék szabadok nálunk? Látod te is, hogy nagy... hallgass meg. Azt, hogy előbb voltak a medvék, aztán az emberek. Nálunk nem te. A Bibliámban úgy olvasom, hát tényleg előbb teremtette a medvéket. Megfogtál. Tényleg megadom magam. Igaz, 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 igaz. Tudod, hogyha zöldekkel nem vitatkozunk. Eddig tudtam, de most már van. Megértettem. Hogyha marad az ima, azt mondják, inti a polgármester, imádkozunk, jó? Az Úr Jézus tényleg imádkozunk a polgármester, hogy nyere meg még egyszer a választást. Remélem a feleség is támogatja. Most nem akartam itt erőtetni, hogyha nem tudom, elmegy szavazni, vagy nem, nem tudom titokban kire fog szavazni, de nem hogy de azért nagyon nagy árat fizettek az urágyom, meg benneteket, egész családotokra az úr védelme legyen rajta. Elmegyek, hogy helyet készítsek. Csodálatos. Azért ment el, képzeld el, hogy ott minden kívánságodat felül fogja haladni. Egy dolog azért foglalkoztat engem, hogy van, kocsik lesznek a mennybe. Ez egy szép Merci, vagy BMW, vagy nem tudom, az jó volna. De lehet, hogy lesz. Ugyanis ott vannak kerekekről, ma olvasunk. Fénylő csillagokról, szekerekről. De lehet, hogy lesz, de szerintem az nem, nem dízel lesz. Hanem az olyan lesz, hogy az Úrnak a csodálatos ereje fogja hordozni bennünket. Azt mondja a Biblia, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt. Tehát most humba a szemedet és képzel a legesleg szebbet, és azt mondja az úr ettől sokkal szebbet. Senki nem lesz csalódott a mennybe, hogy hát én egy, ennél szebbet képzeltem el. Csodálatos helyet készített az Úr a számodra. És tudod, miért fontos erről beszélni? Mert azt mondja a Biblia, hogy aki ezt aki hiszi ezt, az mind megtisztítja magát. Mi motivál abban, hogy szentek legyünk a Földön? Hát egy sportolót mi motivál? Hol ülsz, te barátok? A győztesek hol ülnek? Valahol láttalak. Most diasztak, hol vagytok? Champion, ott vagy, ugye valahol? Ha nem látlak, érte, hol vagytok a győztesek. Kiment a győztes? Kiment. Mikor hívlak, akkor nem lehet kimenni, Na nem baj. A, 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 sportolókat mi motiválja? Hát edző vagy. A díj. Hát hogyha azt mondod, hogy te hagyőző, ha ne, mindegy, mert most ez nincs semmi tétje mesnek. Úgy is játszanak az emberek. De azt mondják, hogy figyelj ide, egy millió dollárt kap minden játékos, ha most nyertek. Azért futnak, meghúzzák ők, és pedig van a számlájukon, de azért szaladnak. És tudod mi a tét, hogyha győzöl? Jézus Krisztussal fog egy asztalnál ülni. És olyan helyet készít, amit szem nem látod. És ez, hát akkor ez megéri. Megéri. Mondjad a szószoda, megéri, érted? Megéri. Megéri, iddel megéri. megéri. Megéri az urat szolgálni. Megéri Jézus Krisztustat együtt tisztán járni. Ő azért ment előre, hogy elkészítse neked, és nekem legyen egy jó helyed. És volt a harmadik üzenete, amit uh, még uh, Jézus, uh, 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 vagyis az angyalok mondtak, hogy kell mondják, mégpedig nagyon megrázó üzenet. Mondjátok meg, hogy menjenek el Galileába, és ott engem meglátnak. Tudod mi ez? Jézus találkozott, nyújtott be nekünk, embereknek. És azt mondja, hogy én akarok veled találkozni. Jó dolog a főemberekkel találkozni. Jó dolog a jó emberekkel találkozni. De nem más, nem kevesebb, mint maga Jézus Krisztus ma rajtam keresztül neked is átnyújtja, és azt mondja, hogy én akarok veled találkozni. Én meghívlak, gyere, hogy találkozz velem. Találkát adott neked az Úr. Milyen érzés volt, amikor először ment a találkára? Dobogott a szíved, mi? Csak azért mondom, hogy nemrég volt az eszkült, még kicsit emlékszem, én már nem olyan jól emlékszek. Mondom, hogy kezdek a fiatalokban. Na, de egy év volt, már rég volt ez. Nálatok mennyi? Másfél? Másfél év? De csak fél akkor jobban emlékszel. Jó, de amikor először találkoztam, az régebb volt. Az rég volt. Az először találkozva valaki meghívott. Azt se tudod, izgalma, hogy ötözzél a hajadat, simítod, ugye, minden száll, jó. Ha nő vagy, kikemened magad úgy, hogy a, 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 a súlyt, a, a, több a festék, mint a, a... Minden legyen rendben. Miért? Meghívott valaki nagy találkozóra. És ma szeretném átadni ünnepélyesen azt a meghívót, amit maga Jézus ad neked. És azt mondja, hogy akarok veled találkozni. Én veled akarom tölteni az életed. Örökre. Akarok egy találkozást veled. Csodálatos lehetőség. És tudod, hogyha valaki, hogy az embernek a sorsa megváltozik, amikor kap egy meghívót? Egy meghívó az ember sorsát megváltoztatja minden emberét. tudod. Egy esküvele kapsz egy meghívót. Az a meghívó megváltoztat. Ha elmész, akkor az ünnepi csapathoz leszel a tagja. Mész egy helyre, kérdezik, jó napot kívánnék, mit teszik, mit tisztik, jól érzi magát, igen, minden rendben, jön a menny, azt egy jól érzi, mindenki, kedve, Amíg meg megfizetsz, mind a katonát is. Ha nem mész el, ha nem mész el, egész életedben szerepel az, hogy meghívtak valahova, de nem mentél el. Ha hányszor találkozol az érintett személlyel, a kapcsolatban van egy fekete pont, amit ne nem nagyon lehet kiavítni. Még egyszer nem tartanak esküvőt, esetleg majd 50 év múlva az aranyesküvöt. Akkor be lehet otolni esetleg. De akkor is jó sok aranyat kell hozz, hogy helyrehozni. És Jézus Krisztusnál még olvassuk ezt egy másik példájában, azt mondja, hogy menjetek szélese világra, és akit csak találtok, hívjatok a mennyegzőbe. Hívjatok. És akkor mondja az ége, hogy az, aki mondja, hogy á, nekem nincs kedvem, én nem megyek, nekem ilyen jött közbe, az jött közbe, az jött közbe. És akik nem mentek el, mit mondott róluk? Gonosz szolga. Egyik fog bejönni. Amikor kapsz egy meghívót, tudjad, hogy az a meghívó, ha elfogadod, egy státuszt kapsz, ha elutasítod, egy mást. De soha többet nem vagy az, az ember, mint ha nem kaptad volna meg. Ezért én ma ünnepélyesen átadom neked az úrtól a meghívót. Igen, az úr hív magához. Az úr akar vele találkozni. Az úr hív neked, téged, azt mondja, és az úr kezdeményezte. Mert ha mi óra uram, én akarok vele találkozni. Szépen hangzik, de az Isten azt mondja, te foglalt vagyok. Én ma mennyiben sok dolgom van. Hogy most hülyes, foglalkozok ilyen erdélyi hagyják hagyj nekem ma békében. De képzeld el, ő jött az ötlettel, azt mondja, tudod mit? Akarok vele találkozni. Akarom, ahol én vagyok, te is ott legyél. Szeretnék veled egy csodálatos találkozást. Az Istenne való találkozás a legfontosabb találkozó az életben. Ne, ne keresd kifogást. Ne utasítsd el. Ne mondd azt, hogy majd meglátjuk, meggondolom, az, amikor az asszonyal átbeszéljük. Tudod, hallgattam nemrég egy előadást, biztos ismeritek a, a cápák. A mi az adásnak a cápák? Között, igen. És ott mondja az egyik, tartott egy szónoklatot, és azt mondja, figyelj, két fiatal vállalkozó volt, és akkor ott, Mondták, hogy még kérünk egy kis időt, és akkor a, 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 kiderült, hogy mindent elvesztettek, és akkor átvette az egyik tapasztalt ember, a, és azt mondja, figyeljetek ide. Legalább, ha már elvesztettetek ma mindent, egy dolgot legalább tanuljatok meg. Az életben fel kell ismerni a döntés pillanatát. Azt nem lehet helyettesíteni, azt nem lehet megismételni. A döntés pillanatának van jelentősége. Amikor az Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, Jöjjetek mindjárt én hozzám, ne utasítsd el az urat. Nem kifogásokat keres. Jó, de hát én már annyiszor próbáltam. Az úr hív, és azt mondja, hogy gyertek, és tudod mit mond? Hol, hol a találkozó? Galilea. Ez is egy profétikus név. Tudjátok, mit jelent? A pogányok körzetét jelenti. Hát nem mondhatta volna, hogy Jeruzsálembe. Nekem ez lett volna logikus, azt mondom, találkozunk Jeruzsálembe. Jövő Jeruzsálembe. Jövőre lehet. De ma Galilea. És ma tudod, hol vagyunk? Galileába. Galilea a, a gyülekezetet jelenti, az egyházat. Az az összeveteli helyet, ahol most nekünk, pogányok, akik távol voltunk, mi Galileába vagyunk. De eljött Jézus ide, Amen. hogy vele találkozzon. Eljött ide, hogy velem találkozzon. Eljött úgy, hogy nem érdekli, nem a múltaddal akar foglalkozni, hanem a jövőddel. És azt mondja, ha ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok közöttük. Garanciát adott erre az úr. Csodálatos lehetőség. És ezért szeretnék azokhoz szólni, akik nem jártok mondjuk még gyülekezetben, keres magadnak gyülekezetet. Mi fogunk egy alapítani, egy új gyülekezetet is azok számára, akik nem tudtok gyülekezetbe járni, egy internet gyülekezetet számotokra, akik nem tudtok járni gyülekezetbe, de majd aztán a közeljövőbe bejelentjük, hogy hogy fog ez működni. Addig menjünk tovább az igével. Nézzétek meg a történetet. Mikor pedig mentek valam, Máriának azóta nagy erőssége, hogy az üzenetet átvette, komolyan vette, és megcsinálta. Hányan nézitek ezt az üzenetet magatoknak, hogy tényleg ezt az üzenetet kell hirdessük. Nem az a dolgunk, hogy egymás bántsuk, sértsük, a negatívat töltsük meg. Ez az üzenet kell legyen. Azt mondta Jézus, ezt, az üge, ezt mondjátok. És tudod, mit csináltak? Mentek. Hogy hirdessék. És döntsd el, és tedd el az életedet arra, hogy hirdesd az, az Jézus Krisztus feltámadását. És mikor mentek? Nézd meg, csak mikor mentek? Mi történt? Szembe jött velük Jézus. Ez a fantasztikus, hogyha az ember elkezdi az urat, elkezdi csak, no, jó, akkor megyek. Ha azt mondod, hogy megyek, micsoda meglepetés. Maga Jézus fogadja. Szeretné találkozni Jézussal? Kezd el hirdetni az evangéliumot. Na, mondom, én hirdettem. Én mondom, és ki velük szembe? Jézus. Wow! Micsoda találkozás. És tudod, ez a találkozás gyökeresen örökre megváltoztat. Mondtam az elején, hogy a feltámadás előtti emberek szomorúak voltak, annyira, hogy maga Jézus is mondta az emósi MO tanítványoknak, hogy miért vagytok szomorú ábrázatok, mi van veletek. De ugyanezekről az emberekről nézd meg, mit olvasunk az ígében, miután találkoztak Jézussal. És gyorsan eltávozzan a sírtól félelemmel és nagy örömmel. Értitek, hogy mi miért hülyéskedünk annyit Isten tisztelet alatt? Miért örvendezünk, miért kúrjongatunk, fütyölünk, sípolunk, kiabálunk? Mert örvendezünk. Ne akart, hogy szomorkodjunk, mert nem fogunk. Miért? Mert mi találkoztunk Jézus Krisztussal, a sír üres. Aki onnan lehet tudni, hogy találkoztál Jézus Krisztussal, mi feltámadottal, hogy nagy az örömöd. Annak ellenére, hogy sok problémával küzdesz. Lehet, hogy a házastársad keserít, lehet, hogy anyósod emleget, lehetnek problémák. Az nem mondom, hogy nem lehet. De akkora öröm, hogy találkoztál Jézus Krisztussal, hogy minden felülbírál, mindent elborít. Hogy énekeljük, hogy elborít egészen, tudom, nem csak érzem, de én nem tudom tovább az éneket. Kérem közben a dicséret, hogy jöjjön fel. Mert még folytatódik a dolog. Nézzétek meg újra az emósi tanítványokról. És felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe. Nem mondták, hát találkoztunk Jézussal. Én magány volt, ahhoz képes, hogy feltámad, nem is sokat változott, egy kicsit lyukas volt a, lába, a keze, lába, de amúgy oké. Okay. Nem, extázisban voltak. Teljesen más úton jártak, visszatértek, a megtérés útját választották. Az, aki találkozik Jézus Krisztussal, más úton jár. És ez nem más, mint a keskenyód. És szeretném, hogy most imádkozzunk. És ha úgy vagy itt, hogy még nem tértél meg Jézus Krisztushoz, akkor gyertek, segítünk imádkozni. Kérlek, álljatok fel, és szeretnélek egy imába bevezetni mindannyiatokat. Hogyha úgy vagy itt, hogy érzed, hogy eltalált az ígé, kérlek, hogy foglátok el a, a helyeteket nyugodtan. Mert olyan jó lehetőség, hogy vissza lehet térni az Úrhoz. Lehet találkozni az Úrral. És az a kérésem, hogy ha az internet előtt vagytok, akkor ezt az imát velem együtt majd mondjátok el, amit szeretnék most is elmondani. Kérlek, hogy nézd a szomszédodat és kérdezd meg, hogy esetleg nem rólad van szó? Nem neked szólt az Úr? Nem kellene neked az Úrhoz visszatérni? Ma ez a nap a te napod. És az a kérésem, hogy ha magadra ismertél, akkor emelsz fel a kezed jó magasra, hogy tudjam, hogy kiért imádkozunk vannak már kezek a levegőben, Isten áldjon benneteket, Isten áldjon meg benneteket. Ezen az oldalon is szeretnék szólni hozzátok. Az Úr szól, az Úr hív, sokkal fontosabb, bátran emeld fel a kezed, hidd el, Isten csodálatosan válaszol, ahogy válaszolt Máriának, úgy válaszolni fog neked is. Az a kérésem, hogy a pulpitus lökjétek félre. És én megkérlek benneteket, hogy gyertek ide előre, hogy jól tudjunk, erővel tudjunk értetek imádkozni. Szaladjatok előre, akik, meg, akik a kezetet. És gyertek ide előre. Együtt fogunk imádkozni. Mert ma van az a nap, amikor az Úr meg tud érinteni, meg akar változtatni az életet. Ugyanúgy, ahogy megváltozott azok élet, akik találkoztak Jézus Krisztussal, úgy változik meg a te életed is örökre. Bátorítsátok egymást, egy kicsit bátrabban tapsoljatok, mert csodálatos dolog Jézussal találkozni. Kicsit gyertek elnép, ezen az oldalon is vagytok többen még, ki lehet, hogy vívód, nem maradj a helyeden. Gyer, gyere előre, és imádkozunk veled. Nem megszégyenítni hívlak. Gyert, tapsoljátok meg, mert több fiatal is érkezik. Ez a ti helyetek, ez a nap a te napod. Ne járj a magad útján! Gyere az Úr felé vezető útra! Ma, ha az Úr hív, ne szalazd el! Ne szalaz el ezt a meghívót! Csodálatos meghívó! Még tapsoljatok, mert még mindig jövenetnek! Hadd jöhetek! Nagyon jól teszitek! Gyertek! Gyere báton, Gyere báton. Itt van a helyed! Itt van a helyed, és nem máshol! Csodálatos lehetőség! Gyere báton. Gyere bátran! Itt van a lehetőség, hogy az életed örökre megváltozzon. Megvárunk bárhol vagy. Bárhol vagy, szaladj ide. És imádkozunk érted. És kérlek benneteket, hogy ti, akik a helyeteken is vagytok, hangosan velem együtt imádkozzatok. És kiáltsunk az Úrhoz. És kérlek, hogy mondjátok velem együtt. Ti pedig, akik itt vagytok elő, hangosabban mondjátok. Menjél, atyám! Nagy szükségem van rád. Köszönöm, hogy szóltál hozzám. Én elfogadom. Nagy szükségem van rád. Bocsáss meg a bűneimet. Tisztíts meg a szívemet. Változtass meg az életemet. Nem akarok többet. Nem fogok többet a bűnnek az útján járni. Hanem a te utadon akarok járni. A keskeny úton fogok járni. Téged foglak követni. Uram, az én bűneimet is bocsáss meg. Az én bűneimet is most meg engem. Gyógyíts meg a lelkemet. Tisztíts meg a szívemet. Változtass meg engem. Én pedig téged foglak követni. Életem minden napján. Mostantól fogva, mind örökké. Tarts meg engem. Jézus nevében. Ámen! Ámen! Adjunk egy úrnak egy nagy, 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 nagy tapsot. Kérlek, hogy a munkatársaimat, hogy gyertek, segítsetek, mindenkiért szeretnénk imádkozni. Azt az éneket énekeljük, hogy az úr áldjon meg és őrizzen meg az Ároni áldást halkan, hogy tudjon nyugodtan imádkozni. És azért fogok imádkozni, hogy Jézus Krisztusnak a feltámadása, az ereje járjon át, az övére mosson meg, és tisztítson meg. Kérem a munkatársaimat, hogy segítsetek.